Köszönöm szépen, üljetek le! Köszöntelek benneteket nagy-nagy szeretettel ezen a rendhagyó osztályfőnöki órán, ahol különleges diákok fognak felelni. Az első felelő Adi Endréből fog leckét mondani, aki nem más, mint Adi Endre avatott tolmácsolója, Havas Judit, előadó művész. Köszönöm szépen a lehetőséget. Szellemi jót is hoztam. Székely Aladár fotóját, Adi Endréről készült fotóját, akiről láthatjuk, hogy úgy ült Székely Aladár fotóművész lencséje elé, kívül belül rendezett, fenkölt, magasztos, amilyen Adi Endre volt, aki 1877. november 22-én született, és egyetlen fővárosi lakásából a Verespáné utca 4-6 szám alatt lévő Adi, most már múzeumból, de akkor Csinszkával lakása volt Adinak, távozott el 1919. januárjában, kezét a kilincsre téve, megfordulva, megnézve utoljára a matrác sírját, az íróasztalát, a ceruza csonkjait, és azt mondta, hogy nem fordíthattok semmit vissza. Ki volt Adi Endre? Számtalan kérdést tett fel önmagának. Ez a nagy költő, a látnok, a vátesz, aki Érmincenten egy nádfedeles parasztházban született, és a szülő ágyát ma is úgy őrzik emlékként, virággal látják el, koszorúkkal, mint annak idején 1877. november 22-én állt ott abban a gémeskutas parasztházban. Vad, nagyszerű rajongást oltott az érnek partja én belém. Csupa pogányság volt a lelkem, gondtalan vágy és vak remény. Forgott körültem zagyva módon, lármával, vadul a világ, és én kerestem egyre-egyre valami nagy harmóniát. Paraszt Apollónak termettem, ki dalos, erős és pogány, ki szeretkezve és dalolva dől el az élet alkonyám. Pogány erőtől, daltól, vágytól, a lelkem immár nem buzog, megöltek az evangélisták, az életbölcsek, Krisztusok. E föld a lelkek temetője, ciprusos árva temetője. Sok vér ömlött itt valaha, s maggyilkos méreg lett belőle. Itt azok éltek, kik nem éltek. A legkülönbek sose éltek. Itt meddő a nagy gerjedés. Százszor boldogak a vetéltek. Ez a szomorú magyar róna. Halálszagú bús magyar róna. Hány megölt lélek sikoltott bús átkot az egekig róla. Ó, boldogak itt, kik nem éltek, a legkülönbek sose éltek. Itt meddő a nagy gerjedés, százszor boldogak a vetéltek. Párizsba, tegnap beszökött az ősz, Szent Mihály útján suhant nesztelen, kánikulában, halk lombok alatt, s találkozott velem. Ballagtam éppen a Szajna felé, s égtek lelkemben kis rőzsedalok, füstösek, furcsák, búsak, bíborak, arról, hogy meghalok. Elért az ősz,
és súgott valamit. Szent Mihály útja beleremegett. Zümzüm, röpködtek végig az úton. Tréfás a levelek. Egy perc, a nyár meg sem hőkölt belé, s Párizsból az ősz kacagva szaladt. Itt járt, s hogy itt járt, én tudom csupán, nyögő lombok alatt. A kezemben egy Párizsban kiadott francia nyelvű Hendre Adi 1877-1919 kötetet tartok. Párizsban Gara László és társasága adózott a nagy magyar költő előtt, és emléktáblával jelzik a Le Balcon szállót, ahol élt. A táblán franciául és magyarul olvasható, hogy itt élt a 20. század egyik legnagyobb költője, Ady Endre. De aki tehetséggel áldott vagy vert meg a sorsa, az nem tud kiállításokra járni, bámulni, élvezni a művészet szagot Párizsban, dolga van. Dolga van, és visszatérni kényszerült, belső kényszere miatt Magyarországra. A Gare de l'Est-en című versében keleti pályaudvart jelenti a Gare de l'Est, ahonnan keletre indulnak a vonatok, a gőzmozdony csattogó kerekeinek, és a vonat, a vagonok kerekeinek csattogását hallhatjuk ki a vers ritmikájából, amelynek egy részletét szeretném megidézni most. Reggelre én már messze futok, és bomlottan sírok valahol. Most sírni, nyögni nem merek, én Párizs dalol, dalol. Én elmegyek most, hazamegyek, már sziszeg, dohog a vonat. Még itt van Párizs a szívemen, s elránt az alkonyat. Most hűt boloncsok álmom alá a füttyös barna szörnyeteg. Holnap fehérebb én leszek-e, vagy a svájci hegyek? Holnap fehérebb én leszek én, téli sírkertek szele jő, küldi már a csókjait nekem, a magyar temető. Hó, az élet nem nagy vigalom sehol, de ámulni lehet. Szép ámulások, szent városa, Párizs! Isten veled! Az én hűtlen, beteg Istenem üljeit mindig vattorát, a tűzcsóvás, felséges öröm, dalolj! Dalolj tovább! Sem utódja, sem boldog őse, sem rokona, sem ismerőse, nem vagyok senkinek. Nem vagyok senkinek. Vagyok, mint minden ember fenség, éjszakfok, titok, idegenség, lidérces messze fény, lidérces messze fény. De jaj, nem tudok így maradni. Szeretném magam megmutatni, hogy látva lássanak, hogy látva lássanak. Ezért minden önkínzás, ének. Szeretném, hogyha szeretnének, s lennék valakié. Lennék valakié. Az az Ady Endre, akit hazaárulással, nemzetgyalázással vádoltak, a klerikális sajtó is megbélyegezte, nyugalmat, békességre vágyott, nyugalmat, békességet vágyott, és a Szelíd esti imádság című versében ez a teljes élet igényével élő költő, aki megmerte élni a színusz görbét, hiszen az egyik kötetének címadó versében a kilátott engemben, vagy 23 kérdést tesz föl, és azt a kérdést is fölteszi, hogy pótolnak-e életet
életmorzsát. Érdemes elgondolkodni ezen a kérdésen, de most szólaljon meg az az adivers, amely a megnyugvás, talán a tiszta gyermekkor tisztaságát vágyta vissza. Szelíd esti imádság. Uram, adj csöndes éjt, nyugodalmas nagy éjt a te vén gyermekednek, beteg rossz gyermekednek. Hőséges dáridók, keserves dáridók muzsikája kerüljön, hangja messze kerüljön. Ne ülje szívemet, nyomorék szívemet az ébrenlét lidérce, rettenetes lidérce, aludjak kacagón, álmodjak kacagón, s boldoguljak álmomban, ifjújjak meg álmomban. Valami nagyon nagyot, valami dicső nagyot, álmodva hadd képzeljek, éjjembe hadd képzeljek. Imádkozzak, mint gyerek, régi iskolás gyerek, istenes áhítattal, altató áhítattal, mikor az alkony leszáll, a barna alkony leszáll. Régi imám az ajkam szaporázza az ajkam, adj csöndesét szüleimnek, adj csöndesét mindeneknek. Istenem, én járva, kelve, fölvirradva és lefekve, imádlak, mint édesatyám. Jó atyám, viselj gondot rám. Amen. Amen. Mert annak a szerelemnek Lédával egymás húsába vadul beletépünk, vége kellett, hogy érjen. A svájci nevelőintézetből Bonca Berta, Csinszka írt leveleket Adinak, elküldte a saját írásait, véleményt is mert formálni Adi verseiről, és várta, várta a nagy költőt, hívta és várta. És Adi valóban a megfrissülés, megújulás reményében elvette feleségül Bonca Miklós minden tiltakozása ellenére Csinszkát, és megkezdték közös életükben, amelyért Adi is magánlevélben megküzdött, közös otthonukban, a Verespálné utcában. A háború borzalmait, az első világháború látomásos vízióit együtt élték már át, és Adi, aki verseiben névszavas szerkezetet használt, és minden csupa nagybetű volt, a vér, az arany, az élet, a halál, az őrzőkhöz is írt egy verset, mert a háborúban a legnagyobb fájdalom számára az volt, hogy részegen indult a gondolat, az ember büszke legények íme, senki béna volt. Különös, különös nyár éjszaka volt. Ez a látomásos emlékezés egy nyár éjszakára, talán későbbiekre tekint elő, talán eszünkbe juttathat egy nagy festőművész, Picasso-t, akinek a Guernica képét, ha megnézzük, szétesett a világ, orrok, szemek, fülek, arcok külön. A látnok Adi megírta ezt a borzalmat már a 14, 15, 16, 17-es években. De hogy a jövőkép, az üzenet, így a felelésem végén Aditól megszólalhasson, azt mondottam, hogy intést küldött az őrzőknek, és úgy gondolom, hogy akik itt ülnek, itt ülünk, és én, aki itt felelhetek, Havas Judit, ezt az üzenetet kell, hogy továbbítsam. Őrzők, vigyázzatok a strázsán, csillagszórók az éjszakák, Szent János bogarak a kertben, emlékek elmúlt nyarakon, Florence nyarán,
összekeverten. Búcsúztató emlékei a hajnali, párás, díszkózós táncitermen történt szépek, éltek és voltak, kik meg nem halhatnak soha. Őrzött elevenek és holtak, szívek távoli mosolya reátok néz, aggódva, árván. Őrzők, vigyázzatok a strázsán! Őrzők, vigyázzatok a strázsán! Az élet él, és élni akar. Nem azért adott annyi szépet, hogy átvádoljanak most rajta véres, ostoba feneségek. Oly szomorú embernek lenni, szörnyűek az állathős igék, s a csillagszóró éjszakák ma sem engedik felettetni az ember szépbeszőtt hitét. És akik még vagytok őrzőn, árván, őrzők, vigyázzatok a strázsát! Azt hiszem, hogy mindenki egyetért abban, hogy Havas Judit diák csillagos ötöst érdemel a feleletére. Köszönöm szépen! Most pedig megkérlek, kedves diáklány, hogy foglalj helyet. És tekintettel arra, hogy a Budapesti Kamara Színház közművelődési pódiuma is arra szakosodott, hogy őrizze az értékeket. Tehát egy ilyen kis strázsa ez a pódium is. Te részt vállaltál ebben a munkában. Hány éve vagy tagja itt a pódiumnak? Legalább 15, ahogy a pódium lelke, szervezője, motorja, Csongrádi Mária segített nekem. Sok éve szolgálom örömmel ezt a pódiumot, és azt kell mondanom, hogy számtalan iskolában megfordulva, visszahívva, úgy érzem, hogy szükséges a vers, szükséges az irodalom minden ellenkező híresztelés ellenére. A szépbe szőtt hit. Igen. Belőled úgy árad, Adi, mintha nagyon régóta beléd injekciózták volna. Ez így igaz, belém injekciózták nagyon régóta. Mikor és hogyan történt ez a találkozás vele? A Eötvös Loránd Tudományegyetemre jártam. Király István professzor növendéke voltam, és akkoriban a Adi kétkötetes nagy életművének folytatásán dolgozott, és természetesen mi is egy-egy verset elemeztünk, hiszen kiadott feladatként vers elemzéseket, és egy professzornak ez szabad, belefoglalta a később megjelent két kötetébe ezeket az elemzéseket is, és valóban nagyon-nagyon fontos volt számomra akkoriban Nagy Lászlóval találkozva, aki Adi szerelmese volt, válogattam 50-60 verset, leült velem, és átolvastuk együtt a verseket, és mondta, hogy ez fölösleges, ezt nem kell, azt nem kell. És aztán a rádióban akkor tanonc voltam még, bár nem készültem bemondónak, de részt vehettem a bemondó, rádió bemondó képzésen. Azért örültem, hogy Bozó László beengedett a stúdiósok közé, mert úgy gondoltam, hogy a mikrofont így lehet megtanulni, tehát szakmát tanultam így, és Sörmos Jortóval és találkozva ezt a kiválogatott vershalmazt, mert azért vershalmaz maradt, Adi vershalmaz segítségével úgy összeráztuk, és megmutatva ezt a
műsort, ezt az összeállítást Nagy Lászlónak rábólintott. Mert én egy nagy Lorca mondó vagyok, ha szabad ilyet mondani, García Lorca az egyik kedvenc költőm, és spanyolos osztályba jártam a Szilágyi Erzsébet gimnáziumba. García Lorca nevét viselt az osztály, Berek Katitól hallottam először Lorcát mondani, és beleszerettem, és amikor Nagy László, aki számtalan Lorca verset fordított, megnézte az estemet, megkérdezte tőlem, hogy mi lesz a következő vers, és mondtam, hogy hát majd a görögökkel, és így szép sorba, és hogy mögött, hogy na ez nagyon érdekes, de amikor ezt az Adi összeállítást, meg ezt az Adi tervet elmondtam, akkor mondtam, na hát ez az, Judit. Tehát azóta változik ez a műsor, változik ez az összeállítás, és több helyütt módonban volt előadni. Bozó László egyébként, aki a rádió akkori főrendezője volt, rendezte az előadó művész fesztiválokat, és amikor élő egyenes adásban közvetítette annak idején a televízió és a rádió egyszerre ezeket a fesztiválokat, engem egy Váci verssel kértek fel, és előttem Besenyei, mögöttem Sütő Irén mondott verseket, és én annyira reszkedtem, hogy amikor volt a kamerapróba, akkor úgy mondtam, hogy Váci Mihály, Télutói Magyarország. És egyszerűen reszkedtem. És kimentem, és mondtam a főrendező úrnak, hogy főrendező úr, kérem, mit kell csinálni, amikor az ember ennyire reszket? Azt mondja, mit? El kell menni a pályáról. Na most ez olyan impulzust adott nekem, hogy abban a pillanatban, ja, összekaptam magam, ugyanis ez egy nagyon nagy felelősség. Éppen Müller Péter írt az egyik könyvében, hogy behunyt szemmel hallgassuk a versmondókat, mert a hangból derül ki leginkább, hogy az illető hamis vagy igaz. Kata, ne feledd szabad, a Vakok Intézetében számtalan könyvet felolvastam, és találkoztam egyszer véletlen folytán talán, vagy nincsenek véletlenek, mondta Fejtő Ferenc nekem egy alkalommal, hogy az a Judit jegyez meg, a véletlen az a véletlen, hogy nincsenek véletlenek. És az ember, beszélgettem a barátnőmmel, és azt mondta, hogy ugye Havas Judit, aki itt most áll, és beszél, és mondtam, hogy igen. Hát én valóban ez, amiről most szóltál, csatlakozom hozzá, hogy a hitelesség, a jelenlét a legfontosabb minden egyes előadáskor, még akkor is, ha belehal az ember. Bozó László egyébként most Kanadában él, és te éppen most tértél haza egy kanadai körútról. Igen, sajnálom, hogy nem tudtam, hogy melyik városban él, mert valóban Ottawában egy versmondói mesterkurzust tartottam, és egy estet, egy Palencsár Edit kísért engem, és nagyszerű zongora kísérő, Kodály és Bartók dalokat is énekeltem, és erdélyi költőket is mondtam, és írókat, és aztán Montrealban, és Torontóban, és Hamiltonban, és Krencsei Marian meghívott New Yorkba, úgyhogy átrepültem a kérésére New Yorkba, és a Fészek Klubba és a New Yorki Magyar Színházban tartottam este. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt vagy, hogy vagy nekünk. Köszönöm a meghívást. És az ellenőrződben majd beírjuk a Csillagos Ötöst. Elfelejtettem elhozni, de majd anyukám majd beszélünk. További sok sikert kívánunk!